Jó reggelt kívánok, 8 óra van, ez a híradó az M1-en, Székely Áron vagyok. Óriási vita várható a mai EU csúcs találkozón, ahol ismét Ukrajna katonai és pénzügyi támogatása lesz a téma. Magyarország decemberben megvétózta azt az 50 milliárd eurós támogatást, amit az EU hitelből biztosítana Ukrajnának. Magyarország néhány napja egy kompromisszumos megoldást is megfogalmazott, ám a hírek szerint ezt nem akarják elfogadni. Tegnap több vezető európai politikus is arról beszélt, hogy az uniónak meg kell mutatnia, hogy elkötelezett Ukrajna mellett. Európai lapok sora foglalkozik Magyarországgal és Orbán Viktor miniszterelnökkel a csütörtöki uniós csúcs találkozó előtt. A BBC arról írt, Orbán Viktor nagyon intelligens, művelt és nagy tudással rendelkezik. A brüsszeli politikó pedig a Magyarország és Brüsszel között húzódó törésvonalakat sorolta. Az Independent azt emelte ki, hogy Ukrajna javított a magyar kisebbség helyzetén, de ez Magyarországnak nem elég. És a The Guardian szerint Charles Michel Orbán Viktor miatt döntött úgy, hogy nem indul az EP választásokon. Nem véletlenül figyel Európa Orbán Viktorra. Az uniós államok a csütörtöki csúcs találkozón szavaznak az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós segélyről. A pénzt hitelből biztosítanák. Ezt a magyar kormányfő decemberben elutasította, és a vétó után azt mondta, a béketárgyalás a megoldás, nem a közös uniós adósság. A magyarok pénzét oda akarjátok adni a háború folytatására. Ez nem fogadható el, és hát hosszú órák vitája után, meg dögönyözés, meg győzködés, ahogy ez lenni szokott, hogy ne használjak erősebb kifejezést, azt mondtam, hogy na ez már nem. Úgy tűnik, Brüsszel kitart a terv mellett, az Európai Tanács elnöke Charles Michel Ukrajna pénzügyi és katonai segélyezésének folytatására szólított fel a csúcs találkozó meghívójában. Then we will discuss about our support. Josep Borrell külügyi és biztonságpolitikai főképviselő is azt hangsúlyozta, az uniónak meg kell mutatnia, hogy elkötelezett Ukrajna mellett. Für die Ukraine. Olaf Scholz, német kancellár pedig sürgeti, hogy több európai ország vállaljon részt Ukrajna támogatásában. Was aus Deutschland geleistet? Németország Ukrajna idei támogatásának a felét biztosítja. Nekem nagyon fontos, hogy minél szélesebb körül legyen az európai támogatás. Ez nem függhet csak Németországtól, mondta a német kancellár. Magyarország nyitott a kompromisszumra. Az Európai Uniónak küldött javaslat szerint kész jóvá hagyni az Ukrajnának szánt segélyt, ha a tagállamok garantálják, hogy minden évben egyhangulag döntenek a kifizetések folytatásáról. Az EU elutasítja a magyar kompromisszumos javaslatot, írta a Reuters egy magasrangú uniós tisztségviselőre hivatkozva, vagyis Brüsszel még az EP választások előtt el akar fogadtatni egy 4 éves segélyezési tervet. Közben a bürokraták és a liberális nyugati média folyamatosan nyomást gyakorol Magyarországra. A Financial Times arról írt, Brüsszel egy vétó esetén célba venné a forintot, és az európai források kifizetésének megtagadásával büntetné a magyar gazdaságot. Honnan kaptak a brüsszeli technokraták felhatalmazást, hogy a magyar gazdaság tönkretételét megtervezzék? Ezt Robert Fico pártjának egyik politikusa írta hangsúlyozva, a szlovákok Magyarország mögött állnak, és Brüsszel a történelem legnagyobb botrányával néz szembe, ha beigazolódik, hogy célba veszi Magyarország gazdaságát, mert az kiállt a szuverenitása mellett. Morálisan felvállalhatatlan, pláne, hogy így hogy kiderült a haditerv. Ukrajna támogatásáért Brüsszel attól sem riad vissza, hogy az uniós források elvételével, a gazdaság tönkretételével és a szavazati jog megvonásával fenyegesse Magyarországot. Erről Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője beszélt. Ezeket a fenyegetéseket tudomásul kell venni, regisztrálni kell, de nem szabad, hogy a magyar kormányt eltérítsék arról a pályáról, hogy ésszerű kompromisszumot akar kötni. Azért azt tegyük hozzá, hogy kicsit morálisan is értékeljük a dolgokat. Aki még hitt a jogállami mesébe, az most egyértelműen láthatja, hogy az állarc lehullik. Tehát szó nincsen már jogállamisági feltételekről, nyers erőszakról van szó. A szakértő kiemelte, Magyarország egy ésszerű javaslatot tett, hiszen jelenleg azt sem tudni, hogy rövid távon mi lesz Ukrajna sorsa, nemhogy 4 év múlva. Orbán Viktor már tegnap este megérkezett Brüsszelbe. Éjszaka Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, majd Emmanuel Macron francia köztársasági elnökkel folytatott kétoldalú megbeszélést, közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A magyar kormányfő a csütörtöki uniós csúcs találkozó előkészítése keretében tárgyalt az olasz és a francia vezetővel, áll a közleményben. Orbán Viktor szerda este Brüsszel belvárosában tüntető traktorosokkal találkozott, tájékoztatott a miniszterelnök sajtófőnöke Havasi Bertalan. Orbán Viktor azt nyilatkozta, hiba, hogy Európa vezetése nem hallja meg az emberek hangját.
Az egy európai hiba, hogy az emberek hangját nem veszik komolyan. Ez az első. Ez talán nem csak a gazdákra vonatkozik, hanem a hétköznapi emberekre. Nem veszik őket komolyan a vezetőik. Beszélhetünk a migrációról, a háborúról, Ukrajnáról, bármiről, de az emberek utcán hallatott hangját vezetőik nem veszik komolyan. Ez a demokratikus deficit. Ez az első dolog. A második dolog pedig az, hogy a mezőgazdaságot, az európai gazdaság fontos szektorát nem tisztelik kellőképpen. Sok ország, mint ahogy a többség Brüsszelben is, még ha a lengyelekkel együtt ellenezzük is, akkor is olyan szabályozásokat vezetnek be, amelyek nem jók a termelőknek. Azok csak tovább nehezítik a gazdálkodók életét, azok csak a veszteségeket növelik. Ezért mi megpróbáljuk az ő érdekeiket képviselni. Ők tehát a demokráciáért küzdenek, és valamennyi érdekükért is küzdenek egyben. Politikai megállapodás született arról, hogy Magyarország hosszú távú gázvásárlási szerződést köt Katarral a 2026 utáni időszakra, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Dohában. Szijjártó Péter elmondta, megállapodtak arról is, hogy felgyorsítják a tárgyalásokat, amelyeknek a következő fontos pontja, hogy milyen útvonalon érkezik majd a katari gáz Magyarországra. A miniszter arról is beszélt, hogy a közel-keleti konfliktus eszkalálódhat, ezért olyan országokra van szükség, mint Katar, amely felelősségteljes és stabilizáló szerepet tud betölteni. A hosszú távú energia együttműködésünk előtt nincsen akadály, és a lényeg, hogy a katariak továbbra is mindent megtesznek annak érdekében, hogy megelőzhessük a közel-keleti konfliktus eszkalációját, és hogy segítsenek nekünk abban, hogy a magyar állampolgárságú túsz végre kiszabaduljon a fogságából. Sok téves információ jelent meg az elmúlt időszakban a tanárok és óvónők megemelt fizetéséről, ezt a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke mondta az M1-en. Úgy véli, ezek az álhírek rendkívül károsak. A fizetések jelentősen emelkedtek januártól, átlagosan több mint 30%-kal. A belügyminisztérium államtitkára azt mondta, minden intézményben, a nem államiakban is a fizetések emelésére kell költeni a teljes összeget, amit a bérrendezésre kapnak. Matematikát tanulnak a nyolcadikasok ebben a kaposvári központi általános iskolában. 11 tagintézményben több mint 360 tanár dolgozik, valamennyiük bére emelkedett, átlagosan 32,2%-kal. Ez lényegesen több, mint amire korábban számítottak. Amikor az ősszel aláírták a kollégák, hogy elfogadják az új életpálya törvényt, és eszerint szeretnének dolgozni, az akkor ott megjelölt bértömeg az csak egy 5%-os béremelést tartalmazott, most közel 6-szoros a béremelés, és ez meglehetősen jó érzéssel tölt el minden pedagógust. Január 30-áig minden tanár és óvodapedagógus megkapta a hivatalos tájékoztatást az új fizetésükről. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint a számok azt mutatják, hogy mindannyian akkora emelést kaptak, amekkorát a kormány ígért. Nagyon sok olyan téves információ is napvilágot látott, hogy ez mennyi lesz ez a pénz, nem lesz annyi, van, aki nem is fog kapni, le fognak vonni inkább pénzeket. Nagyon károsnak tartom ezeket az információkat, annál is inkább nem igazak. Jelentősen emelkednek a bérek alsó határa is. Egy gyakornok tanár kezdő fizetése már 528 ezer forint, míg egy kutató nem kereshet kevesebbet 750 ezer forintnál. A béremeléssel így a tanárok átlagos fizetése 508 ezer forintról 672 ezer forintra emelkedik. Arra kérünk minden fenntartót, hogy ne akár félreértésből, akár szándékosan ne a minimum szintre állítsa be ezeket a béreket. A belügyminisztérium több jelzést is kapott, hogy a nem állami fenntartásban működő intézmények közül vannak, ahol az átlagbér helyett a minimumot akarják fizetni. Rétvári Bence azt mondta, minden intézmény úgy kapja meg az emeléshez szükséges forrást, hogy azt végre is tudják hajtani. Az államtitkár hangsúlyozta, a kapott összeg teljes egészét béremelésre kell fordítani. Amit bértömegemelkedésben minden fenntartó a béremelésre kap meg, azt nekik is az első forintra, az utolsó forintig erre kell felhasználni, és az erre való szabályszerű törvényes felhasználást, hogy mindenképpen erre fordítják és nem másra, azt az államkincstár ugyanúgy ellenőrizni fogja, hogy minden más költségvetési támogatást is ellenőriz.
Rétvári Bence kiemelte, az idei átlagosan 32,2%-os béremelést, jövőre 21%-os emelés követ, 2023-ban és 2022-ben 10-10%-os fizetésemelést kaptak a tanárok, így 4 év alatt 93,3%-os béremelést hajt végre a kormány, ami azt jelenti, hogy csaknem duplájára nőnek a fizetések. Egy átlag magyar számára elérhetetlen áron vásárolt ingatlant Gyurcsány Ferenc, Dobrev Klára, valamint a DK elnök anyósa Budapest második kerületének legdrágább részén, ezt írja a Magyar Nemzet. A lap szerint az ingatlan nyilvántartás adatai azt mutatják, hogy egyelőre még Dobrevék tulajdonában van a korábbi apró villa is. A cikk szerint azt, hogy Gyurcsány Ferencék egy rózsadombi ingatlanba költözhetnek, alátámasztja az is, hogy a DK elnöke a 2019-es évre vonatkozó vagyonnyilatkozata óta minden évben feltüntetett egy lakásvásárlás foglaló és előleg megnevezésű összeget. A Magyar Nemzet szerint ez az összeg 2022-ben több mint 446 millió forint volt. Visszautasítja a büntetés végrehajtás azokat a vádakat, miszerint a tavalyi brutális antifasiszta támadássorozat egyik Magyarországon fogvatartott kulcsszereplőjét embertelen körülmények között őriznék. Mint ismert, tavaly fényes nappal a nyílt utcán vertek meg embereket egy külföldi antifasiszta szervezet tagjai Budapesten, köztük sok nőt is, csupán a ruházatuk miatt. És ez volt a Híradó 8 órától, amely újra megnézhető a híradó.hu weboldalon. Maradjanak velünk, mert Dedecsik Ferenc már is jön a Nemzeti Sport Híradóval.